World of Warships-de leteszteltem az 5 legerősebb hajót a játékban. Igen, megint itt vagyunk egy új epizóddal, mint látjátok, kaptam ismételten egy fullos accountot a Wargaming-től, és ebben a videóban ki szeretném próbálni az 5 legerősebb hajót, amely található a játékban. Konkrétan nincs megnevezve a készítők által, hogy melyik az az 5 hajó, amely ténylegesen a legerősebb, viszont gondolhatjátok, a játékosok ezt eldöntötték, szóval én is a Google értékelések alapján fogok majd választani. Lehet, hogy azt gondolnátok, hogy nem a legideálisabb, hogy egy kezdőjátékos hasonlít össze 5 olyan hajót, amely hát a legerősebb a játékban, de ki tudja, lehet, hogy később profi leszek, aztán ezt a tesztet megint megcsinálhatjuk. Minden esetre kezdjünk bele, itt láthatjátok az 5 hajót, amely a Google értékelések szerint a legerősebb jelenleg. Szóval nem tudom, kezdjük szerintem hátról a sort, azaz egy amerikai hajóval, amelynek a neve nem más, mint Iowa. Ó, itt is van Iowa, aha, meg tudjuk nézni, hát mondjuk ez alapján nem csodálom, hogy tényleg ez az egyik legerősebb. Hát szerintem az lesz a fel, hogyha az összes hajónál az alapvetően ajánlott skilleket fogjuk majd kiválasztani. Oké. Ne is húzzuk tovább a szót, menjünk aztán, próbáljuk ki. Mindegyik hajóval 2 kört szeretnék menni, aztán szerintem ebből könnyen el tudjuk dönteni, hogy tényleg olyan erősek-e, mint ahogy azt mások mondják. Oké, itt is vagyunk, kezdődik a csata. Na nézzük, felebukkan bárki itt a közelben. Ó, ahogy látom, 3 rakétám is van egyszerre. Remélem ténylegesen tudom majd őket egyszerre használni. Meg van aircraftom is. Ó, véletlenül elnyomtam, csak nem tudom, hogy hova. Ó, itt megy a drón. Én szerintem rámegyek a C pontra. Aha, ott vannak. Ajaj, már be is mértek, úgy látom. Ó, így is van. Na, vajon betaláljuk? Hát... Nem, úgy néz ki, hogy nem. Na de majd talán most. Ez már mindjárt meghal. Ja, ezt szerintem már fölösleges előjük. Ott van egy másik. Oké. Egy. A sikeres találat. 2. Szerintem itt, hogyha az órát lövöm neki, akkor be is találok. Igen, még egy lövés. Még egy, amint betölt, és hát ez nem megy valami gyorsan. Á, ennyi is volt. Sajnos nem vittük be a halálos találatot. Oké, ott jönnek még balról. Újjaj, nem a legszerencsésebb pozícióban vagyok most hozzájuk képest. Olyan jó torpedók jönnek. Na már, aha, hát ezt szerintem legyőztük. Oké, itt vagyunk a C ponton, elméletileg foglaljuk. Na mi van ott még? Hát ezt könnyen elintézhetjük. Egy rakéta, még egy. Na, vajon betalál? Igen, az egyik betalált lényegében. Ajaj, eltaláltak minket, most eléggé itt vagyunk a csatatér közepén, hát ez nem valami szerencsés. Jó lenne rájuk fordulni, hogy ne legyen ekkora felületünk, amit támadhatnak. De ahogy látom, ő is pont ezt csinálja. Hát szerencsére annyira nem céloznak valami jól. Az hogy kapja szegény? Jó, mondjuk nem tudom, mit sajnálok rajta. Ez most engem lő? Ha, hát ahogy látom, igen. És szerintem ennyi is volt, igen. Hát nem tettük túl sokat ehhez a meccshez szintén, viszont viszonylag éppből megúsztuk. Ó, de úgy néz ki, hogy egy hajót mi süllyesztettünk el. És volt 22.000 damage-ünk, szerintem az előző videóhoz képest ez egy egyértelmű fejlődés. Vagy hát lehet, hogy csak a hajó miatt van, de én ezt pozitívan fogom fel. Na! Jöjjön a következő csata. De most jöjjön a videó mai szponzora, aki nem más, mint a World of Warships. Wow, azt nem is gondoltam volna. Ha te is régóta keresel egy játékot, mely hosszú kikapcsolódás jut számodra és a barátaid számára egyaránt, mindezt ingyenesen, akkor adj egy esélyt a World of Warships-nek. Választhatod több mint 600 különböző életű, történelmi hajó közül, és változtass kedved szerint tulajdonságait. A játék optimalizálva van PC-re, illetve konzolokon is elérhető egyaránt. Wow, akkor csapathatok PS-en is. Dinamikusan animált pályák, melyek változatos időjárási viszonyokkal spékelik meg az amúgy is mozgalmas csatamezőt, és a legjobb az egészben, hogy a Wargaming csatahajós játéka teljes mértékben ingyenes. Ezen kívül a játék idén ünnepli a 8. születésnapját, így egy 25 eurós csomaggal kedveskedik az új játékosok számára. Ha most a leírásban található linken keresztül regisztrálsz, kapsz 500 dublonzt, 2 millió kreditet, egy T4-es hajót, 7 nap prémiumot és egy 6 skill pontos parancsnokot. Ne feledd, ez egy csapatjáték. Hoz létre egyedi stratégiákat, fejlesz ki a tökéletes megoldás minden szituációra. Köszönöm a World of Warships-nek a támogatást, és most térjük vissza a videóra. Na itt is volnánk, indítsuk be azokat a motorokat. Tévetűvel tudom javítani a hajómat, hogyha esetleg bármi probléma lenne, hát remélem erre nem kell majd betemedni. Töltődnek szépen a rakéták rendesen. Azt hiszem arra is tettem egy kis upgrade-et, hogy gyorsabbak legyenek, és ahogy látom, működik is. Ez csodálatos. Ó, várjátok, már tudok egy ilyet nyomatni. Akkor ezt használni fogjuk. Most tettem be, hogy előbb is volt, fogalmam nincs, de mindegy. Hol lássuk itt a tájat. Jobb gombbal tudok azt hiszem szabadon nézelődni úgy, hogy közben nem forognak a lövegtornyok. Jó lenne befoglalni egy pontot, de ez nem egy pontfoglalós játék, ahogy látom. Minden esetre ott azért elég nagy banzáj van, szóval én arra vetemedek szerintem. Oh, hello stock, ott valami van. Nem feltétlenül jó dolgok vannak arra. Csókolom. Az vajon meg lesz fixen, nem? Na, talán. Aha, úgy néz ki, hogy nem? Nem sikerült? Nem láttam. Ajja, itt hárman vannak kettőnk ellen. Nem feltétlenül jó. Oké. De ilyen mini rakétákat lövök felé, amiket ilyet még nem is láttam. Tudok ilyet? Ajjaj, ezt be fog találni.
Nem, mégsem. Na jó van, csávokáim, nagyon rossz helyzetben vagytok jelenleg, tehát oké, értem én, hogy nagyon szuper, hogy ez egy repülő volt. Ó, valamit kilőttem neki. Tehát értem, hogy nagyon szuper, hogy ti három löveggel tudtok egyszerre lőni, de azért elég nehéz, hogyha így szembeállok veletek, nem? Jó, mindjárt betöltünk, még egy golyót kéne lőni, ez el fog találni, igen. Jó, tudjátok mit? Én most benyom ezt a T betűt, és remélem meggyógyul a hajóm, és eláll a tűz. Gyerekeket, víz van körülöttünk, valamit lapátoljatok már be. Á, nem lesz egy probléma, ott fognak kijönni, rátartunk egyből, ha kijönne. Aha, már itt is van. Easy, easy, miket lövünk? Láttátok? Szerintem ennyi is volt. Ha, jó, hát akkor próbáljuk ki a négyeset, amelyről már ódákat zengtem itt. Remélem ez a torpedó nem fog bele. Ha, az nem, ez airborne. Oké. De mivel belemegy a saját társának a tetemébe, így teljesen mindegy. Rálövünk még egyet. Jó, ott megy. Ó, hát ez hatalmas. És következő, na végén még elpusztítjuk. Ez szintén, mekkorákat hasítunk, gyerekek. Még egy airborne. Na, az olyan betalál? Hát nem tudom, hogy betalált-e, de mi meg mindjárt elégünk, ahogy látom. Na, nem lehet ezzel valamit kezdeni? Na mindegy, elküldöm a felderítőket. Hát ez az égés, ez nem akar megszűnni. Hogy mit tudok ezzel kezdeni egyáltalán? Nincs valami segítség ilyenkor? Vagy megvárjuk? Hát ha hamarabb vége lesz a mesnek, mielőtt elégek? El fogom ütni ezt a másik hajót, vagy ilyenkor mi van? Csóri, ne! Bocsánat. Jó, hát elméletileg közel van a győzelem, tehát amúgy én nyugodt vagyok. Jó lenne leakaszkodni erről a csávorról, szegényről. Na, még egy Reaper, hát ha meggyógyulunk, bár nehezen hiszem. Ó, abban maradt az ég is. Megoldottam. Nem tudom, mit csináltam mondjuk. Arra van a fight, hát nem tudom. Azokat vajon el tudom mindent találni? Hát nehezen hiszem. Na mindegy, megpróbáljuk. Ha nézzük. Ó, milyen izgalom. Hát ez a golyó, mire odaér szerintem, ez elment. Vagy nem? Mégsem? Betalált valami? Én vittem volna be a végső... Na, nem, még ilyen. Hoppá. Hát de mire én bármit is tudnék vele kezdeni, vége lesz. Ja, erről beszéltem, épp hogy megnyomtam a gombot. Ha! 28.000 damage. Kicsit több, mint az előző, de azt nem mondom, hogy egy hatalmas teljesítmény, de én azért büszke vagyok magamra. És hát ez a lényeg, na hát nem. Szumma-szummára azért az első hajról azt el tudom mondani, hogy sokkal élvezetesebb így a játék, hogy egy olyan battleshipet használok, amiről mások is megmondták, hogy jó, élvezetes és erős is. Hát az előző meccsben, ahol a random hajókat válogattam, annyira nem volt élvezetes a játék, mint most. Jöjjön a negyedik hajónk, amelynek a neve Okuzuki. Ez egy japán hajó lesz, hogyha a neve alapján nem találtátok volna ki. Meg is van, itt van, ez egy tier 8-as hajó. Hát ez egy kicsit visszafogottabb hajó, mint az előző. Ha ezt tud smoke-ot dobni, gyorsítani magát, illetve torpedókat is fog hajigálni. Jó, nagyjából megismerkedtem a tulajdonságokkal, kezdjük is a harcot szerintem, ahogy csak még a commanderemet beállítjuk. Vagyis igazából kiválasztottam az ajánló skilleket. Jó, ilyenkor nem árt tudni, hogy mi mit jelent, tehát amúgy olvassátok el, viszont szerintem csak ezzel jártok a legjobban. Aztán, hogyha expertek vagyok, akkor nyugodtan lehet válogatni. Na, kezdjük is a harc, azt ennek hogy pörögnek a lövegtornyai. Hű, hát ezzel nem lesz nehéz majd torpedózgatni. Hú, hogy hasítunk. Nos, merre megyünk? A B pontot nekünk valaki kijelölte, hát nem tudom, arra vegyük az irányt. Oké, beállítottam a lövegtornyokat, hogy erre nézzenek. Jó lenne majd valahogy így oldalasan rátámadni az ellenfélre, aztán széttorálni őt. Ó, ott vannak, jó lenne ráfordulni, csak ez a nagy dög itt mellettünk maga felé vonszol. Nem tudom, torpedókat nem kellene ellőni mondjuk erre. Ja, próbáljuk meg. Mondjuk szerintem azok a torpedók, mire odaérnek, azt szerintem kivégzik ezt a csávót. Nos, eltaláljuk! Hát ennek már mindegy volt. Következő. Ott mennek a torpedóink. De ahogy látom, ez egy tank, szóval inkább átváltok a páncéltörő rakétákra. Bízom benne, hogy ez egy kicsit hatásosabb lesz. Mit, ez hova tűnt? Ajaj. Jó. Nem találjuk el? Na, úgy néz ki, hogy mégiscsak darálunk rajta valamit. Idáig a vizet lőttem. De hova megyek? Ki megyek a körből? Ki megyek a játékból? Jó, hát nem valahogy csak ki kéne fordulni, nem? Ó, de hát amúgy nem mindegy, hogy mit lövök. Miért éppen az orrát lövöm a hajónak? Hát akármit lőhetnék igazából. Azt ez mekkora tara már? Na? Ajaj, csak itt... Neki nem kéne neki menni szerintem. Ez nem jó, ez nem jó. Nem vettem észre, hogy itt vagyok előtte konkrétan. Oké, torpedókat küldjünk. Ez nagy lesz. Szerintem minden fogja találni, csak mi meg bele fogunk halni talán. Ajaj, nem már, meg fogunk halni. Oké, szerintem legalább elpusztítottuk. Oké, nyomok egy Reapert. Rendben, jók vagyunk. Ah, oh, ez mekkora volt már, mennyit damage-eltünk rá, ez nagyon fán ez a hajó. Ezzel a G-vel, ezzel hogy tudok támadni, ezt csak így ledobom? Magam alá? Aha, ahogy látom, igen, szóval célszerű mondjuk egy tenger alatt járó felé menni ezzel. Ja, így dobálom. Gondolom majd egy idő után felrobbam. Igen, itt pattognak utánam a bombák. Egyetlen egy hajó maradt, tehát amíg én itt szórakoztam ezzel a nagy döggel, lényegében a csapat végzett mindenki mással. Hát nem hiszem, hogy én leszek az, aki megtalálja majd ezt az utolsó hajót, főleg, hogy ott van. Szóval inkább elnyomok minden
cuccomat, mondjuk ezt a smoke-ot is. Ezt lehet, hogy nem ártott volna használni előbb. Na mindegy, ennyi is volt. Menjünk a következőre inkább, aztán próbáljuk ki ezt a hajót még egyszer. Oh, itt is vagyunk. Oké, nagyjából kiismertem ezt a hajót. Hát jó, egy meccs után annyira csak nem. De lényegében tudom, hogy melyik képessége mit tud, szóval bízom benne, hogy ez egy nagyon élvezetes meccs lesz majd. Én rámegyek szerintem a B pontra, elvégre ott a pályának a közepén csak történnek majd izgalmas dolgok. És most próbáljunk már meg nem kimenni a pályáról. Jó, szerintem most benyomom a ködöt, hát ha nem vesznek észre. Aztán én ezt meg is támadom egyből ezt a csávót, mit szóltok. Elvégre úgy tudunk darálni. Ja, hát ez még a hegy mögött van. Ups, ó, de azok már nem a hegy mögött lesznek. Jó, szerintem rájuk fordulok. Mondjuk melyik van közelebb, azt szerintem úgyis a többiek is azt fogják támadni, és már támadják is igazából. Hát akkor találjunk. Nos, betalál vajon? Nem, ez túl gyorsan megy. Azt, hogy hasít. Na mi újság van, engem közben megtámadnak? Vagy merre megyek már megint? Hallod? Mi történt? Jó, hát akkor titeket megpróbálok így megforszolni. Mit szóltok? Na? Betalál? Aha, úgy néz ki, hogy nem. Talán kicsit magasabbra, nem a vizet kellene lőni. Szerintem ez a torpedó az hátapont ki fogja őt szedni. Vagy ha nem is őt, akkor a mögötte lévőt majd. Azt nem tudom, hogy ez valami tank akar lenni, ami ellen egy kicsit combosabb kujókat kell, vagy rakétákat használni. Az a baj, ez még puta vagyok. De szerintem viszonylag hatásosak vagyunk ellene, legalábbis nekem úgy tűnik. Oké, ennyi volt. Hol a következő? Ott van, ott egy másik, csak ez jó messze van, de ez soha az életben nem fogom eltalálni. Talán ez szemben. Ajaj, ez már lő minket? Nem még. Nos. Hello, szia, szevasz. Arra lennék kíváncsi, van-e nálatok terasz? Mert akkor belövök a rakétáimmal. Hát ez túl easy, ez a hajó, ez valami bazi egyszerű. Lényegében csak így ráállok az ellenfélre, aztán nyomkodom a bal gombot. Aja, csak végig még engem fognak elpusztítani. Ha mondjuk remélem nem, ennyi életed van még, nem sok. Csak győzök már. Mik ezek a hangok? Ha valamit rám lőttek, de nem találtak el, mert pont nyertünk, gyerekek, ennyi volt. Jó, mondjuk mire számítottatok, úgy őszintén. Szerintem nagyon ott voltunk. Na jó, van ez a japán hajó, ez idáig a favorite kedvenc, nagyon adtam. De térjük is át a következőre, ami egy francia hajó, amely Jean Bart névre hallgat, te jó Isten. Ennél franciabb nevet nem is találhattak volna. Elég meggyőző a megjelenése, mit nem mondjak. Olyan jól néz ki ez a hajó, valami szint adjunk már neki. Ha, ez csodálatos. Hát ez a hajó játékban nem néz ki jobban. Oké, indulunk is. Hiányzik ez a nagy sebesség az előbbi hajóról. Na mindegy, úristen, ennek a lövegtörnyei milyen lassan pörögnek, nem ár. Vissza akarok menni. Na menjünk rá arra az A pontra. Vagy menjünk a B-re. Előbb az ő kicsit akciódósnak tűnt. Jó, szerintem kicsit túlkentük ezt a kanyart. Szedjük már vissza. Ott átmegyünk szépen, mint fingőkötyán. Hát előbb-utóbb csak megjelenik már valaki. Aha, már valakit detektáltak, az jó messze van, hallod-e? Eltalálom én azt innen. Szerintem ez esélytelen. Ja, hát már el is tűnt a ködben. Konkrétan. Hát ez a fos. Szerinted meg lesz, vagy bele fog csapódni ebbe a sziklába? Ó? Ó? Nem. Aj, ne! Ez nekem nem tetszik ez a hajó. Jó, lehet, hogy közelre kicsit hasznosabb lesz. Nem tudjuk a rakétákat kicsit bedurrantani, hogy hamarabb odaérjünk? Mire odaérjünk ezek az a hajók, az vége lesz a csatának. Oké? Hát ha? Ó, yeah! Egy kis damage ment. Hát nem valami sok. Na, igen, te mit szeretnél? Ahogy látom, már nem sok mindent. Nagyon szuper, hogy a győzelem az mindjárt itt van, csak hát éppenséggel nem csináltam ideig semmit. Ja, az az egy hajó van hátra, csak hát nem tudom. Ja, eltűnt, hát ez csodálatos. Jó lenne ezt a torpedót itt kicsúkolni, szerintem mondjuk meg is lesz. Itt lesz valahol az utolsó hajó. Aha, meg is van, csak elbújt szegény. Ne, új, látlak. Aha, oké. Okay. Hát mennek a damage-ek, azt nem mondom, hogy sok. Hát nem vagyok valami hasznos. Ebben pont bele fog menni. Kíváncsi vagyok, hogy érek-e bármit is ezzel az airborne-nal. Hát pont benne van. A végén még lesz is ebből valami. Csóri csávókám, mire betölt a fegyverem, meghal. Mondjuk ez már borítékolható, szinte biztos is. Tehát ha neki ütközünk a hajó hullájának. Ennyi, eltalált egy torpedó. Figyeljetek srácok, én nem feltétlenül akarok ezzel a francia hajóval még egy kört menni. Szóval én elkönyvelem annak, hogy talán ez a legunalmasabb hajó idáig mind közül. Oké, el is érkeztük a top 2 hajónkhoz, ami szintén egy amerikai hajó lesz. Wichita névvel. Hát ez sem egy túl apró hajócska. Na, megcsináltuk úgy, hogy küld legyen a hazájához. Ahogy láttam, ez szintén egy ilyen páncélozott csatahajó, tehát nem kell tőle nagy izgalmakra számítani. Jó, van, itt is volnánk. Be is célzom azt az A pontot. A Hunter Killer az erre megy, szóval én szerintem követem őt. Ez egy aprócska hajónak tűnik, tehát valószínűleg hamarabb oda fog érni, mint én. Jó, a hátsó lövegtornyomat is jól lehetne befordítani. Az ott micsoda? Van ott egy hajó, amit itt hagytak, ez valami dekoráció csak. Na, ez egy fordulékony hajó amúgy. Wichita, az ott már ellenfél lesz. Aha, hát még jó távol van, szóval. Ott viszont már van egy kis akció, rálőjünk innen? Hát, ha eltaláljuk. Aha, csak szerintem belelőttem minden golyomat ebbe a sziklába. Hát ez valami fenomenális. De itt is vannak már. Ez nem jó, ez nagyon nem jó. Oké, ez egy viszonylag aprócska hajónak tűnik.
Aha, eltaláltuk, nem se veszünk rajta valami sokat. Inkább azt a páncélosabbat kellene szerintem bevennünk, mivel betöltött fegyverünk az nem jó. Aprócska hajók ellen. Fordul ránk, azt milyen ködben vagyunk, gyerekek. Már remélem a csapattársamé. Ez mindjárt elpusztul. Jó? Haha, ennyi. Oké. Mi van itt még? Azt vajon el tudom találni innen már? Aha. Tudok rálőni egy airstrike-ot. Ahogy néz ki, ugye el is találtuk sikeresen. És... ez az. Teri be. Hogy gyulladtunk fel? Nem már. Gemi Piripert. Hát ezt kivégezzük. Pikpak. Csak nem lövünk valami gyorsan. Ajjaj, ez nem jó, ez nem jó! Hát eltalált egy pár torpedó sajnos minket. Neki megyünk, esküszöm. Airstrike, meg fogunk halni. Ez az első halálunk, nem már. Hogy hamarabb öljük meg mi? Hát nem hiszem. Ha ne, meg fogunk halni gyerekeket, ilyen még nem történt velem. Hát ez nem egy jó jel. Szegény Vichitánknak annyi. Második csata. Ó, pont jó, így a B pontra egyenesre rá tudunk mozdulni. Hát úgy érzem, hogy itt viszonylag hamar fogunk látni ellenfeleket. Mi vagyunk a legközelebb a ponthoz. Ó, és fel is pukkant egy. Jó lenne ráfordulni. Aztán belőni egy-két löveget. Na hát, nehezen hiszem, hogy ez be is fog innen találni. Ja. Hát, ha bár, talán. Nem, sajnos nem. Én nem találtam el. Jó, még egyszer. Oké, most esetleg, talán. Aha, hát nem sokat, de valamennyit sebeztünk rá. Hoppá, behetetlen nekem neki mentem. Sorry, testvérem, miért nem figyelsz oda? Hányan vannak itt, nem már, ez nem lesz jó így. Jó, hát ezt most már kiszedjük, akárhogy is van. Aha, már megint tüzelünk. Mármint felgyulladtunk, úgy értem. Aircraft, hát szerintem ez nem fogja eltalálni fixen. Oké, kiszedtük. Van még? Ha, mi az, hogy jön a következő? Na? Ó, bomba! Mekkorákat sebzünk, hallod? Nem is rossz. Oké, ott valami kukucskál. Azt, amiket hasítunk. Ezt nézd! Ott is van! Vagy nem? Na mindegy. Majd a következő. És... nehogy már, hogy lehagyta! Mennyivel megy ez? Jó, akkor kicsit elé. Talán. Ó, hát ez... ott is van! Ó, mekkorák téptünk rajta. Jó, hát ez easy. Egy airstrike-ot csak úgy fanból rádobunk, aztán szerintem ennyi is volt, hát ezt nem mi hoztuk le ezt a meccset szintén, de azért sokkal többet tettünk hozzá, mint az előzőhöz. 30 ezer damage, nem a legjobb, de nem is a legrosszabb, szóval térjünk is át a top 1, tier 1 legerősebb hajóra, amely szintén egy japán hajó lesz. Na jó, gyerekek, ez micsoda? Konkrétan ez a legerősebb hajó? Mi ez a steampunk stílus? Azt nem mondjátok, hogy ilyen valóban létezik a való életben. Oké, létezik, de nincsen egy hatalmas skorpió a tetején, szóval ez szerintem csak valami skill lesz rajta, de mi pedesz már? Na jó, ilyesmire nem számítottam egyáltalán, és ez az első tier 10-es hajónk is, amit használni fogunk. Szerintem életemben is, de ebben a videóban biztos. Aha, hogy látom, csak ezen a skinen van rajta ez a skorpió. Ez azért egy kicsit így, hát azért visszafogottabb. De... tartsuk már meg ezt a skorpiót, de mi jól néz már ki? Csak úgy kíváncsiságban megnéztem egy másik japán hajót is, és itt van Optimus fővezér. Mi a fene? Vannak itt más autobotok? Jó, igazából ez is túl sok volt így egyszerre. Ezek a japánok nagyon elborultak. Na jó, ez a játékban? Hogy néz már ki? Főleg ez a szép kék tengerhez. Beindultak a motorok, srácok. 97 ezer HP-n van. Ez egy kicsit soknak tűnik így elsőre. Na jó, van, megyük át az útirányt a B pontra. Ott történik a legtöbb akció. Jó, mondjuk azt sajnálom, hogy nagyon lassú hajó, szóval első látásra nem lesz a kedvencem, de ez a skorpió itt a tetején, nem tudok betelni vele. Mikor rázomolok, akkor ugye a lábai között megyünk el, ott már lövöldöznek, de mire? Mi van ott, srácok? Ott már látnak valamit? Nem mond már. Ó, oh, fel is bukkant. Még egy. Hányan vagytok? Oké. Válaszunk egy szimpatikus delikvenst. Azt mondjuk nagyon gyorsnak tűnik, tehát nem az lesz az. Egy kicsit lassabb hajót keressünk már, mondjuk azok közül. Aha, mondjuk ott az hátul. Na lássuk. Valami betalál. És úgy néz ki, hogy ez mellé megy. Ah, fenébe. Pici több hajót, azt mindjárt szétpusztítják a többiek, szóval annyira nem aggódok. Na, Yamatónk, durrant valamit? Ah, menj már. Mind mellé megy? Ah, legrosszabb. És... oké, ez egy találatnak tűnt számomra, de nem volt az. Jöjjünk el egy aircraftot. Ott is megy a repülő. Aha. 2500. Meg valami... a repülőt eltaláltunk. Oké, szerintem ennek annyi. Ajaj, csak bele ne menjek ebbe a másik monstrumba. Ott hátul mik vannak? Jó, ez egy easy target. Mehet is. Ó, mondom én, hogy easy. Miket tépünk rajta? Ez is be fog találni. Hát, hogy mégse. Aircraft eltalál? Aha. Ajaj, le ne lőjék már a hajómat. Ne, mármint a repülőmet. Aha, rip. Ott repülzek egy repcsik. Csóri. Már nem kell hozzá sok, szerintem mindjárt elég. Talán mi fogjuk bevinni a végső találatot? És... úgy néz ki, hogy igen,
lehet, hogy mi voltunk. Jó, most fogunk neki menni ennek a sziklának, nem baj. Oké, hát lényegében jó irányban vagyunk, csak azt a hajót ott hátul jól lenne még eltalálni egy párszor. Jó, ide, ide, meg mondjuk oda lövünk egyet, és... Oszt a betyár, mit pusztítunk rajta? Ez kapásból egy 11 000-es találat volt. Airstrike el? Megy odáig? Hogy ne menne? Csak le ne szedjék. Kérlek, ne szedjétek le a repcsimet. Ajaj, hát ez offos. Ah nem, valamit sikerült rajta fogni, úgy néz ki. Ennyi volt. Micsoda ez az egy hajó volt már csak. Na mindegy, én szerintem kivettem a részemet ebből. Ha, hogy néz ki ez a Scorpio, gyerekek? 18 000 damage? Hát azt hittem, hogy többet sikerült találni, na mindegy. Jól van, meg is volnánk. Ajaj, hát az A ponthoz vagyunk a legközelebb, szóval szerintem inkább oda kezdek el szaladni. Ott megy a mix drónunk, ami hát ez nem is egy drón, ez egy repülő. Hogy hasít? De hova megy? Egy fúrótorony a meghajtásunk konkrétan. Ó, ellenfél. A láthatáron. Na, vajon sikerül innen eltalálni? Hát kicsi esélyt látok rá, de hát most na, meg kell próbálni. Na, a golyók, amúgy zébetivel tudtok rázumolni ezekre a golyókra, szerintem tök menő. Hát ez első ránézésre is mögé fog menni. Ajaj. Ah, de egy találatot bevittünk. Én erre ráállok. Ó, nem. Átmegyünk golyótörőre, csak ez még mire betölt. Aha, hát még nem nagyon tudok. Ó. Téged elintézünk egy aircrafttal, csak hát mire ez odaér. Ja, offos, hát ez onnan már kijön addigra. Minden esetre mindjárt betölt, igen, és elméletileg ez a páncéltörő hatalmas pusztításra képes egy ilyen hajó ellen, mint ez. Hát, hogyha eltaláljuk vele, igen, akkor igazából képes rá. Ez nem jó. Mi történik? Hoppá! Falba fogunk ütközni. Addig is egy visszatámadást megpróbálunk intézni. Azt a mekkorát téptünk rajta, de ők is mekkorát tépett rajtuk. Oké, elindulunk, értettem a célzást. Nem tudom, mennyi sebezhettünk rajta, de annyira igazából nem is izgat. Meneküljünk el innen, mielőtt meghalunk. Jó, ez a páncéltörő, ez hatalmas pusztításra képes ez ellen. Hát akkor próbáljuk meg ezeket célba venni. Például az ott elég masszívnak tűnik, és úgy néz ki, hogy be is szorult oda abba a hajóroncsba. Szóval én innen szépen megcélzom, hát úgy néz ki, hogy most elindult, de sikerült eltalálni. Csak na, nem a csapattársunkat kéne. Aha, sebezünk ebbe egyáltalán. Valamit? Igen. Aztán mennek ám a torpedók. Jó Isten, kinullázták konkrétan. Na, hol vagytok még? Azt ott a távolban. Hát soha nem fogom utolérni. Hogy sorozzák szegény? Ennyi is volt. Van még ellenfelünk? Vagy ennyi? Aha, ott van az a szerencsétlen, aki előbb megpróbált az életemre törni, de nem sokáig. Most megbosszulom. Aztán mennyit kap a csávó. Konkrétan mindenki őt lövi. Ez nem lesz hosszú életű. Miért égünk? Ezt valaki meg tudná nekem mondani? Na mindegy. Rálövünk még egy párat. Hát ha nem tudom, hogy ki ölte meg, de... Remélem részese voltam. És ennyi is volt, még egy utolsó pillantást vessünk erre a gyönyörű hajóra. És 44 000 damage. Hát, jó. Kezdem azt hinni, hogy nem vagyok mégse olyan jó, mint ezt én hiszem. Hát, de mondjuk itt a leaderboardon nem az utolsó vagyok. Ez nálam már egy eredmény. Na jó, srácok, ennyi is lett volna ez a rövid kis World of Warship-es videó. Csak így összegzésnek a végére nekem a negyedik Akuzuki nevű csatahajó volt a kedvencem. Ez olyan kis gyors volt, izgalmas, pörgős, tehát én mindenféleképpen azt ajánlanám nektek is, hogyha sikerül megvásárolni, mivel szerintem nem egy olcsó hajó. Na tehát ennyi is lett volna ez a videó. Ne felejtsétek el lecsekkolni a World of Warships linket a leírásban, illetve a pinnelt kommentben. Remélem tetszett, én Jussi voltam, találkozunk legközelebb. Sziasztok!